A képeken az Airbus A330-200-as teherszállító repülőgépét látjuk, amely több mint 7000 kilométerre 70 tonna hasznos teherrel képes repülni. Ezt a repülőgépet a Magyar Állam ősszel megvásárolta a Katar légitársaságtól. Itt még a Katar színeiben landol a teherszállító repülőgép. A repülőgép már Ferihegyen, Magyar Lajstromban, és az első hivatalos útja karácsonykor Kínába vezetett, ahonnan másfél millió darab koronavírus tesztet hozott. A repülőgépet a külgazdasági és külügyminisztérium szerint azért vásároltuk, mert korábban a koronavírus járvány első hullámának egyik nagy tanulsága az, hogy Magyarországnak rendelkeznie kell megfelelő légiteherszállítási kapacitással. A nemrég vásárolt brazil katonai teherszállítók csak pár év múlva érkeznek, és egyébként is polgári repülőgéppel könnyebb mozogni a világban. A zöld pont jelzi a repülőgépünket, amit ma este fogadunk. Pekingből hozza a szállítmányt, már magyar légtérben van. Az, hogy van egy külön szállító repülőgépünk, az azért nagyon fontos, mert most lehetővé válik az, hogyha bármi fölmerül, nagyon gyorsan tudunk reagálni, és lényegében a világ bármelyik pontjáról tudunk beszerezni eszközöket, hogy végül is egy szuverenitás kérdés. Három órát pakoltunk, ez fél óra. Írtad nagy gyorsan már. Hát, nagyon köszönjük. Hát, én köszönjük. Szívesen szerelők is még az áldozatot. Van ez, hogy néha, ha most vissza kéne menni, akkor bejönnénk és mennénk a következőre is. Ugye. Az Airbus A330 a 60 méteres Seinfeld távolságával a valaha volt legnagyobb magyar repülőgép. A képeken látható Boeing 767-es, a egykori Malév színeiben csak 48 méter Seinfeld távol rendelkezett, azt lehetne mondani, hogy ő volt a nagyságban az elődje. Sajnos a repülőgépet még hivatalosan nem mutatták be, reméljük, hogy ez majd nem sokára megtörténik, de addig is előkerestük az Airbus csodálatos felvételeit, tehát sajnos ezek már 10 évesek, így a minőség az akkori kornak felel meg, és utána pedig azért, hogy lássuk, hogy hogyan száll és lefel ez a repülőgép, még a Katar színeiben mutatjuk meg ezt.